Védjük meg az országot címmel tartott lakossági fórumot a kényszerbetelepítés elleni népszavazásról Mengyi Roland és vendége Selmeci Gabriella országgyűlési képviselők szeptember 22-én Szerencsen a Rákóczi Várban. Selmeci Gabriella úgy fogalmazott, hogy mint anyuka szeretné, ha a gyermekei biztonságban nőnének fel az országban. Magyar nőként aggódik amiatt, hogy egyre több atrocitás éri a nőket a migránsok részéről. Magyar állampolgárként attól fél, hogy a keresztény és kulturális hagyományokkal rendelkező Európa jövője nagyon komoly veszélyben van. Politikusként pedig kiemelte, hogy arra tett esküt, hogy megvédjék az országot és annak minden állampolgárát. Éppen ezért az október 2-ai népszavazás nemzetünk ügye. Mengyi Roland országgyűlési képviselő határozottan kiáll amellett, hogy meg kell védeni országunkat, ugyanis egy gyökeresen eltérő kultúrától és annak elképesztő hatásától kell megvédeni családunkat és a jövőnket. Az eseményen elhangzott, hogy mintegy 38 millió illegális bevándorló tart Európa felé, amivel nem tudunk megküzdeni. A képviselő beszédében kiemelte, hogy a migránsok nem tisztelik sem a kultúránkat, sem pedig a vallásunkat. Ezért arra bíztatta a rendezvény résztvevőit, hogy ne kockáztassanak. A fideszes képviselők szerint csak népszavazással állíthatjuk meg Brüsszelt. A fórumon Boros Leskó Géza, a Magyar Honvédség nyugalmazott dandártábornoka is felszólalt, aki Afganisztánban, Irakban és Észak-Afrikában is szolgált olyan területeken, ahonnan bevándorlók jöttek, és az ott szerzett tapasztalatairól, élményeiről osztotta meg gondolatait a megjelentekkel.